Szappanos Lajos baptista lelkész Lukács evangéliumából olvasta fel az irgalmas szamaritánus történetét, majd ezt járta körbe. És a mai világban a szürke hétköznapoknak a szürke embere ilyen néma ember. Mert az emberek némaságra kárhoztatják magukat, mert fontosabb mindenkinek a saját kényelme, a saját nyugalma, a saját egzisztenciája. És az ember inkább feladja személyiségét, marad vélemény nélkül, azt is elfogadja, mivel nem ér egyet, közömbössé válik, és a passzív egymás mellett élésre törekszik. És ezek az emberek nem tanulnak az irgalmas szamaritánus példájából, amit Jézus a törvénytudó, okoskodó farizeusnak mond el, aki az örök élet titkának keresése közben megfeledkezik a szükséget szenvedő emberről. Az ige hirdetést követően imádság és ének következett. Végezetül pedig minden megjelent felekezeti vezető egy rövid áldást adott a jelenlévőknek. A Krisztus hívők egységére kitért televíziónknak Pálfai Zoltán római katolikus plébános. Hát amikor egyetemességről, egységről, az egész világot átívelő egységről beszélünk, akkor tulajdonképpen a mi Urunkról beszélünk, aki azt mondta, hogy legyenek mindnyájan egyek. És ez nem csak az apostolokra értette természetesen, hanem az egész elinduló kereszténységre is. És nyilván ő maga is tudta, hogy ez egyáltalán nem könnyű dolog, hiszen az apostolok maguk is különböző emberek voltak, sőt, a Bibliából tudjuk, hogy nagyon sokat vitatkoztak is egymással, nem értettek mindenben egyet, mégis azt mondjuk, hogy ennek ellenére létezhet és valóságos lehet ez az egység. Adásunkkal egy időben a Kálvin-téri református ótemplomban imádkoztak a hívek közösen. Az alkalmakat teljes egészében rögzítjük, és minden nap híradónkat követően tűzzük műsorra.